Mozgalmas esztendő végéhez közeledik az NTK együttese. A nyíregyházi tekézők első szuperligás évükben hazai meccséket az Ózdi Albéletben játszva is kiharcolták a bennmaradást, ősztől pedig már lemezes pályán fogadhatták vendégeiket a Városi Stadion csarnokában. Fintáig két hazai és egy idegenbeli győzelemmel a hetedik helyen állnak a tabellán, úgy, hogy az előrehozott fordulóknak köszönhetően az első három helyezett elleni meccsét már letudta a nyíregyházi gárda. Abszolút elégedettek lehetünk a 2014-es évre visszatekintve. Végül is azt lehet mondani, hogy a legszebb álmainkat, a legnagyobb reményeinket és a csapat a fő elvárásait teljesíteni tudta. Úgyhogy azt mondom, hogy a nyíregyházi tekesport életében az egyik legsikeresebb év volt ez a 2014. Majdnem megmerem kockáztatni, hogy a fennállása óta a legnagyobb sikeréve volt ennek a nyíregyházi tekeklubnak, illetve magának a nyíregyházi tekének. Mivel abszolút amatőr játékosokról van szó, nem mindig tudott a legjobb összeállításban pályára lépni a csapat, de a fontos meccseket hozni tudták a nyíregyháziak. A szezonban is látszódott a fiúkon, hogy aki dobóállásba kerül, az mindenképpen a játékra próbál oda koncentrálni, és ami a legfontosabb volt, hogy azokat a mérkőzéseket, ami igazából fontos mérkőzések, fontos állomások voltak, gondolok itt egy Kazincbarcika elleni idegenbeli győzelemre, a Péter elleni, illetve a Ferencváros elleni hazai sikerek. Ezeket hozni tudta a csapat, tehát fejben mégiscsak ott tudtunk lenni a legfontosabb mérkőzéseken, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez az amatőr társaság egy kicsit erőn felül is tudott teljesíteni, de látszik, hogy azért a hosszú évek rutinja, tapasztalata azért velünk volt, és bízunk benne, hogy most már az új lemezes pályán még tovább tudunk fejlődni, mint ahogy ez már látszik néhány hónap után, úgyhogy azt lehet mondani, hogy abszolút biztató a 2015-ös év a csapatra tekintve, látjuk, hogy majd hogyan tudunk, milyen lépésben tudunk mi fejlődni, illetve maga az utánpótlás milyen szinten tud majd idővel hozzánk csatlakozni. A bajnokság január közepén folytatódik, akkor a Kazincbarcikát fogadják a nyíregyházi tekézők. Előtte Fint a Zoltán és Kastúra Zsolt Szegeden, a hagyományos világkupa viadalon lép majd dobóállásba.